Kedves hallgatók, a jól megszokott módon egészségpercek című műsorunk következik, a mikrofonnál Nagy Lilla. A stúdióban vendégem volt dr. László Monika pszichológus, aki a Kazincbarcikai Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztályával ismertetett meg bennünket, illetve válaszolt ezzel kapcsolatos kérdéseimre. Üdvözlök mindenkit, László Monika vagyok, a Kazincbarcikai Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztályán dolgozom. Ez az osztály 2013-ban indult, azóta itt vagyok, előtte pedig Miskolcon dolgoztam a pszichiátriai osztályon. Bemutatnál nekünk az osztályt? Itt arra gondolok, hogy milyen az osztály szerkezete, hány beteget tudnak ellátni, mi az osztály célja, mik a feltételei esetleg a befekvés. 30 beteg ágyunk van, és célul azt tűztük ki magunknak, hogy lehetőséget adjunk azoknak az embereknek, akik már úgy érzik, hogy teljesen reménytelen az életük, és a társadalomban is ki vannak közösítve, hogy ezt az élményt, ezt az érzésmódot meg tudjuk változtatni, és vissza tudjuk vezetni a társadalomba, ahol ismét egy egész teljes embernek tudják érezni magukat. Ahogy már mondtam, 30 ágy van, és a dolgozók, az osztályon dolgozók három orvosból állnak, két pszichológus, szociális munkás, terapeuta, zeneterapeuta és a nővérekből tevődik össze. És különböző foglalkozások, meg csoportterápiák vannak, melyek kiegészítik a gyógyszeres terápiákat. A zeneterápia, a zeneterapeuta mit akar? Általában klasszikus zenével dolgozunk, és az a célunk, hogy a klasszikus zene nagyon sok érzést, élményt, emléket tud felszínre hozni, és akkor ezekkel tudunk dolgozni, olyan élményekkel, érzésekkel, melyek el vannak folytva, talán el is vannak felejtve, és akkor zene hatására felszínre tudnak jönni, és ezáltal tudunk vele dolgozni. Kik kerülnek be ide az osztályba, és hogyan lehet ide bekerülni? Pszichiáter szakorvos kell eldöntse, hogy ki alkalmas a pszichiátriai rehabilitációs ellátásra, mert nem mindenki alkalmas rá. A legfontosabb feltétel az a motiváció. Hogyha ez nincs meg egy betegnél, akkor az egész kezelés egy kudarcra ítélt folyamat, mert ahhoz, hogy valamilyen változást tudjunk hozni az életünkbe, meg a mi egészségünkbe, ahhoz mi is kell akarjuk. Kell a motiváció, kell az inger arra, hogy készek legyünk, nyitottak legyünk befogadásra és a változtatásra. És kik azok a betegek, akiken segíteni tudnak? Már azon kívül, hogy motiváltak kelljenek, hogy legyenek, de hogy milyen betegségeik vannak, és itt mondjuk Barcikán milyen betegségek a jellemzőek? Színes a paletta. Mindenki, aki pszichiátriai diagnózis kap, igazándiból mindenki alkalmas rá, akár a köztudatban jelenlevő depresszió, és akár a skizofrénia is, amiről kevesebben tudnak. Tehát mindenki alkalmas, hogyha a motiváció megvan rá. Tehát nem a diagnózisok alapján választunk, hanem az alapján, hogy ki milyen állapotban van a betegségében, és hogy mennyire nyitott, meg motivált a helyzetre. Természetesen vannak pánikbetegeink, szorongók, kényszereseink, függőbetegeink, depressziósok, bipolárisok, bármilyen. Mennyi ideig fekszenek bent az osztályon betegek általában? Ezt általában minden beteg meg szokta kérdezni, és nem tudunk egy konkrét választ adni, mert ez állapotfüggő. Ha elképzeljük azt, hogy egy betegség, egy tünet évek alatt alakul ki, akkor ez nem várható el, hogy egy hét alatt az úgy rendeződik, és a folyamatot meg tudjuk fordítani. Mindig azt szoktam mondani a betegeknek, hogy ez állapot és helyzet függő. Általában 3 hét az a minimum, amit érdemes végig csinálni, ahhoz, hogy egy változási folyamat elinduljon. Hát gondolom azért ez betegségenként nagyon változó, de így nagyjából milyen terápiák vannak, vagy milyen kezelési módok itt? Így van. Gyógyszeres kezelés az a legtöbb esetben nálunk az osztályon szükséges. Vannak olyan betegségek, hogyha az elején kérnek segítséget az egyének, akkor nem mindig szükséges gyógyszeres kezelés, ekkor elég egy pszichoterápiás kezelés is. De általában akik hozzánk kerülnek, ők mind gyógyszeres kezelést is kapnak, és a gyógyszeres kezelések mellett pedig vannak a pszichoterápiák és a szocioterápiák. Nagyon sok terápiánk van az osztályon. Vannak olyan terápiák, melyre mindenkinek kötelező elmenni, részt venni, és vannak olyan terápiák, melyek betegségfüggően kötelezőek a részvételek. Csak a legjobbak! A nap 24 órájában! Ez a Rádió Top! Dr. László Monika a Kazincbarcikai Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztályának terápiáiról számol be részletesen. Kezdem akkor a hétfői nappal, és úgy megyünk végig. Hétfőn kezdődik a pszichoedukációval a hét. A pszichoedukáció azt jelenti, hogy a betegségekről beszélünk, és megpróbáljuk elmagyarázni, meg érthetővé tenni, hogy megértsék, hogy azok, amiket ők éreznek, a tünetek, az igazándiból miről szól, miért alakul ki,
hogy ne legyen olyan, mint például egy depressziósnál, akinek nincs ereje elvégezni a háztartás körüli munkákat, akkor ne érezze azt, hogy ő egy lusta ember, hanem értse meg, hogy ez a betegség miatt akadályozott most jelen állapotban, és hogy ez egy átmeneti állapot. Azt gondoljuk, hogy ez nagyon fontos, hogy edukáljuk az egyéneket, embereket, nem csak a betegeket, hogy tudják, hogy létezik pszichiátriai betegség, kell vele foglalkozni, és igen, azt is tudják, hogy nem látványos, tehát nem olyan, mint egy csípőcsonttörés, de azért ugyanúgy tud nehézségeket okozni az életben. A pszichedukációval párhuzamosan van egy forma csoportunk. Ez arról szól, hogy agyaggal dolgozunk a betegekkel, és nagyon sok csoport az érzések alapján van felépítve. Kiválasztottunk 10 érzést, melynek alapján dolgozunk, és minden hétnek megvan a különböző témája érzések tekintetében. A forma csoporton az a lényeg, hogy agyagból megformálni azt az érzést, azt az emléket, vagy azt a helyzetet, amit ez az érzés előhoz. Ezáltal test közelbe lehet hozni, kicsit tárgyasítani lehet az érzéseket, kicsit el lehet távolodni tőlük, kicsit jobban lehet beszélni róluk. Délután van a kreatív csoport. Ez szintén azért fontos, mert nagyon sok pszichiátriai betegnek a kudarc élménye van. Azt élik meg, hogy nem alkalmasak, nem képesek különböző dolgokat létrehozni, elvégezni. A kreatív csoporttal pedig azt élik meg, hogy alkotnak, már maga az alkotás is egy örömforrás lehet, és hogy képesek teremteni, meg létrehozni különböző dolgokat, és megmozgósítani olyan viselkedési mintákat akár, vagy olyan művészeti hajlamokat, amiket nem is gondoltak, hogy van és létezik bennük. Ha létrehozzák azt az alkotást a formacsoporton, akkor beszélünk róla, és próbáljuk átbeszélni egyénre szabottan, hogy miért jöttek elő azok az élmények, miért azt a formát hozta létre, és a többi. Ez hétfői nap. Kedden délelőtt a kórház lelkésze szokott tartani egy ilyen lelki segítő csoportot. Ez nem kötelező, de nagyon sok beteg szeret részt venni rajta, mert hogy nem annyira az egyházi kérdések vannak előtérben, hanem az élet mindennapi dolgai. Utána van a nagy csoport. A nagy csoport arról szól, hogy az osztálydolgozó és a betegek ülünk egy teremben, térben és időben egy helyen, és az osztály működéséről beszélgetünk, vagy bármi olyanról, amit a betegeket érdekli. Ezt általában a betegek szokták irányítani. Néha az újonnan érkezettek meg is lepődnek, hogy mi az, hogy nincs egy adott téma, és akkor, hogy az körül beszélgessenek. Kicsit gátat is szokott jelenteni, de ez nagyon fontos visszajelzés nekünk a dolgozók számára, hogy ki milyen szinten van, mennyire tudja felvállalni magát, a problémáit, akár a konfliktusait is az osztályon belül, a betegtársaival, vagy akár a személyzettel szemben is. Kedden délután van a játékcsoportunk, ez szintén egy kicsit lazább olyan értelemben, hogy nincs nagyon adott téma. A mozgást vesszük itt előtérbe, valamint a csoportformáló hatását. Különböző játékokat tudnak játszani a betegek. Kedden délután van a, késő délután van a filmvetítés, filmrészleteket szoktunk vetíteni, ez a filmcsoport keretén belül, melyet 2 nap múlva szoktunk megbeszélni. Tehát van egy a filmcsoportnak egy filmvetítő része és egy megbeszélő része. Azért hagyunk rá időt 2 nap múlva, hogy legyen egyéneknek ideje átgondolni, meg átengedni az érzéseket, amiket a filmek esetleg megindítanak bennük és előmozdítanak. Szerdai napon délelőtt van a verbális csoportunk, ez főleg arra fókuszál, hogy a kommunikációt segítse a betegeknek, mert nagyon sok konfliktusos helyzet vagy probléma abból adódik, hogy nem megfelelően tudunk kommunikálni, kifejezni magunkat, ebből félreértések adódnak, akár vállásig is elmehet a történet. Szerdán délután van az irodalomcsoport, mely szintén az érzelmek alapján dolgozik. Az a lényege, hogy irodalmi művek alapján az érzéseinket, érzelmeinket felszínre tudjuk hozni, azokat, amik el vannak folytva, vagy nem akarunk tudomást venni róla, egy kicsit a felszíni közelre tudjuk emelni, és tudunk vele dolgozni. Csütörtökön délelőtt szintén van egy filmes csoport, ez a megbeszélés része. Utána van a színház csoportunk. A színház csoportnak az a lényege, hogy a betegek különböző élethelyzeteiket elmesélik, és ezt megpróbáljuk megjeleníteni, de úgy, hogy nem ő játsza a szerepeket, hanem átadja a betegtársainak, ő csak elmondja, meg elirányítja a betegtársait, hogy miket kell eljátszani, akár elmondani, hogyha ragaszkodik különböző szavakhoz, akkor azok elhangzódjanak, és ennek is az a célja, hogy azokat a konfliktusos helyzeteket, vagy problémákat, vagy érzéseket, amikkel nem tud megküzdeni a beteg, ha kivetíti magából, és ránéz kívülállóként, talán egy olyan megvilágításban tudja látni a helyzetet, vagy egy olyan szögre tud ránézni,
nézni, ami eddig eszébe se jutott, és szintén segít a probléma megoldásában. Van relaxációs csoportunk, ez autogén tréninget foglal magába. Az a lényege, hogy a stresszes helyzeteket relaxációval próbáljuk oldani. Ez egy több lépéses rendszer, meg kell tanulják a betegek, hogy hogyan lehet ellazulni, relaxálni, és ezt akármikor az életük folyamán fogják tudni használni, hogyha olyan élethelyzet adódik, vagy olyan stresszes állapotok jönnek létre, hogy úgy érzik, nem tudják kezelni. Van pénteken reggel zenecsoportunk, zenecsoportunk több is van, szerda, csütörtök, péntek, csak mert így túl nehéz így napokra lebontani. Zenecsoportunk, amit már ugye mondtam, hogy a klasszikus zenékkel dolgozunk főleg, és az a lényeg, hogy az érzelmeket a tudatossába tegyük. Azért gondoltuk, hogy lényeges az, hogy az érzelmek szintjén dolgozzunk, mert azt tapasztaljuk, hogy nagyon sok ember, és most nem csak a betegekről beszélek, nehezen tudják az érzelmeiket kifejezni. Tehát talán még a negatív érzelmek könnyebben mennek, de például, hogyha már pozitív érzelmekről kérdezünk valakit, akkor így mindenki kicsit visszalép és megijed, mintha nem szabadna örülni, nem szabadna boldognak lenni. És ez a célunk, ezzel a tervvel, hogy az érzések megélését, kifejezését egyre gyakoribbá tegyük az emberek életében. Nekem nagyon szimpatikus ez a program, én is befeküdnék szívesen egy kicsit pihenni. Természetesen, tehát hogy ezt lehetne bárkinek csinálni, tehát vannak a színház csoportok, nem csak betegek részére is, de hát kórházról beszélünk, itt most így a betegek részéről elérhetőek. Jellegel, igen. És hogyha mondjuk érzékeljük, hogy valami gond van, akkor mit tegyünk? Hogyha vagy magunkon, vagy szerettünkön, hogy valami nem stimmel, akkor hova tudunk fordulni segítséget? A legfontosabb az, hogy tudatosítsuk azt, hogy gond van. Tehát nem az, hogy nem veszünk róla tudomást, vagy azt mondjuk, hogy majd elmúlik, vagy majd megoldódik, anélkül, hogy tennénk érte, vagy ellene, ez nem működik. Ezek általában elfolytások és valamikor, ha nem is akkor nyomban, de valamikor elő fognak jönni, és befolyásolják az életünket, sőt, akár egy orvosi értelemben vett betegségnek az alapja is lehetnek. Ha valaki azt érzi, hogy gond van, vagy hogyha a környezete jelzi, hogy gond van, mert lehet, hogy nem is veszi észre, hogy már nem mosolyog annyit, hogy már fél kimenni a lakásból, mert ott biztonságban érzi magát. Az első legfontosabb lépés a házi orvos felkeresése, vagy hogyha nem szeretne a házi orvoshoz menni, jöhet pszichiátriai szakrendelésre is, mely nem beutaló köteles, és segítséget kell, szakmai segítséget kell kérni. Ez azért lényeges, hogy minél hamarabb, mert az elején bizonyos kórképeknél, akár egy enyhe, talán középsúlyos depressziónál is, lehet, hogy gyógyszer nélkül csak pszichoterápiával, idézőjelben a csakot meg lehet oldani a betegséget, és nem biztos, hogy egy hosszú kórképben kell akkor már gondolkodni. Mik a főbb intőjelek, mikor már így segítséget kell fordulni, mikre figyeljünk oda? Hogyha a viselkedésre valakinek megváltozik, hogyha, vagy a személyiségében, amik előtte természetesek voltak, utána már egyre nehezebben tudnak előtérbe kerülni. Valaki nem tud nevetni, ha valaki vidám természetű volt, vicces ember volt, de már egyre kevesebbet tud viccelni, kifele figyelni, egyre többet van otthon, egyre többet ül a sötétségben, nincs étvágya, nem tud aludni, indokolatlanul feszült, kedvetlen, talán még a halál gondolata is ott van, akkor ez egyértelmű, hogy gondot jelent, és segítséget kell kérni. Természetesen ezek főleg a hangulati problémák, de vannak a másik típusú kórképek, a pszichotikus kórképek, tehát ott, hogyha valakinek hallucinációi vannak, téves eszméi vannak, olyan érzése van, hogy bántani akarják, vagy nem tudja eldönteni, hogy mi a valóság, akkor ezek egyértelmű jelek, hogy segítségre szorul. Ez általában egyből gyógyszeres terápiát von maga után. Csak a legjobbak! A nap 24 órájában! Ez a Rádió Top! Dr. László Mónika arra válaszol, hogy a környezet lehet-e kiváltó a pszichés betegségek kialakulásában? Igen. Igen is, meg nem is. Nem lehet mindent a környezetre fogni. Vannak genetikai, van genetikai háttér is nagyon sok betegségnél. De az fontos tudni, hogy a genetikai alapon öröklődő betegség nem a betegséget örököljük, hanem a hajlamot. Hogyha figyelünk, ha vigyázunk rá magunkra, az egészségünkre, akkor nem alakul ki betegség. Például, hogyha valakinek alkoholfüggő szülei vannak, tehát genetikailag valószínű, nem biztos, de valószínű, hogy van egy hajlama, de hogyha ő eldönti, hogy ő nem fog alkoholt fogyasztani, akkor így a függőséget, az alkoholfüggőséget, mint betegséget ki tudja iktatni az életéből. Hogyha olyan környezetben élünk, ahol tehetetlenek érezzük magunkat, egy idő után a tehetetlenség érzés átcsaphat egy depresszióba, amikor bármit teszünk, nem tudunk kievickélni abból a helyzetből, egyre kedvetlenek
kénytelenebbek vagyunk, egyre lehangoltabbak vagyunk, nem tudunk örülni, akkor ez egy egyenes út a depresszió fele. Ha olyan környezetben élünk, ahol nagy a stressz, lehet jó stressz is, pozitív stressz is, azt is nehéz feldolgozni. Ezeket meg kell tanulni. Általában ez gyerekkorunkból már megkezdjük a tanulását, onnan hozzuk, de hogyha valakinek olyan a háttere, hogy nem tudta megtanulni a szülőktől, hogyha egy stresszes helyzet van, mit kell tenni, akkor valószínű felnőttként is, hogyha olyan helyzetbe kerül, akkor nem tud megküzdeni ezekkel a problémákkal, ezekkel a kérdéskörökkel. Mik a megelőzés egyéb lehetőségei? Például gyerekkorban már hogyan kezdjük el, hogyha tudjuk, hogy nekünk van a családban valamilyen betegség, akár alkoholizmus vagy szenvedélybetegség, akkor hogyan tudjuk úgy nevelni a gyerekünket, hogy ezt megelőzzük? Ez nehéz kérdés, mert hogyha a szülő az alkoholfüggő, akkor valószínű, hogy ő nem fog tudni erre rávilágítani, mereket a betegsége miatt nem fogja tudni úgy irányítani, hogy az alkoholt, az nem biztos, hogy megoldás a problémákra. Hogyha az egyik szülő érintett, akkor a másik szülő tudja ezt mondani, de nem úgy, hogy démonizálva az alkoholt, nem úgy, hogy démonizálva a szülőt, hanem tudatosítani benne, hogy ez betegség, és egy döntés is van mögötte. Tehát az az döntés, hogy én fogyasztok alkoholt, vagy nem fogyasztok alkoholt. És hogyha valamivel szemben kicsit tudatosabban állunk, akkor nagyobb az esélyünk, hogy nem sétálunk bele a kelepcékbe. Mert a mostani társadalomban nagyon nehéz az alkoholt kikerülni, meg nem is mindig kell, de az, hogy mennyit és hogyan és milyen körülmények között, azt már tudom jobban befolyásolni, hogyha ráfigyelek. Hangsúlyosan kell erről beszélni az alkoholizmusról, itt ezek Magyarországon ez számottevő probléma. Elég jelentős, hát a statisztikai adatok alapján 800 000 embert érint, de ez csak a jéghegy csúcsa, tehát sokkal több alkoholfüggő beteg létezik ma Magyarországon. Miért alakulhat ki az alkoholizmus? Mik a főbb kiváltó okai? Több úton indulhat. Van, aki csak azért fogyaszt alkoholt fiatalon, mert hogy a haverok is ezt teszik, és hogy trendi, meg hogy nehogy kinézzék, és egy idő után a szervezetnek már szüksége van az alkoholra, tehát függőség alakul ki. Van, aki azért kezd el fogyasztani alkoholt, hogy a szorongását oldja, tehát ilyen önkezelés, öngyógyító. Ez is veszélyes, mert kialakulhat függőség. Van, aki genetikai okok miatt, természetesen a döntés ekkor is ott van, de ő azt dönti, hogy fogyaszt alkoholt, hiszen ezt látta a szüleinél is, és ők is megvoltak, eléltek, ameddig éltek, de talán könnyebb volt alkohollal, mint nélküle. Hol van ez a választóvonal, amikor már alkoholisták vagyunk, vagy csak rendszeres alkoholt fogyasztuk? Mert mint azt nem tartom alkoholistának, aki mondjuk minden hétvégén megiszik a barátaival egy pohár bor, de hát már van, akinél ez viszont már betegség. Minden hétvégén egy pohár bor az nem. Az belefér. Az, hogyha minden nap fogyasztunk alkoholt, és hogyha nem fogyasztunk alkoholt, szükségünk van rá, akkor ez már a függőség jelei. Az, hogyha nem fogyasztunk alkoholt, és megjelennek a megvonásos tünetek, ezek már lehetnek testi és pszichés tünetek is, akkor már egyértelműen alkoholbetegségről beszélünk. Ilyen tünetek lehetnek a remegés, izzadás, magas vérnyomás, izgatottság, nyugtalanság, hogyha nem kapja meg az alkoholadagot. A gyógyszerekkel hogyan lehet segíteni? Tehát milyen jellegű gyógyszereket alkalmazni? Különböző gyógyszerekkel dolgozunk, vannak a szorongásoldóink, hangulatjavítóink, hangulatstabilizátoraink és antipszichotikumaink. Ez betegség függvényében változik, hogy mit használunk. A legfontosabb, amit talán tudni kell, hogy a szorongásoldók, benzodiazepin származékok függőséget okozhatnak, tehát ez célszerű a legrövidebb időn belül leállítani. Betegségek elején vannak olyan helyzetek, mikor szükséges beállítani, mert annyira nyugtalan valaki, hogy nem lehet hozzáférni másképp, csak hogyha megfelelő szintű nyugodtságot elérjük nála, de mindig az a cél, hogy legrövidebb időn belül ezeket le kell állítani. Ez néha nehézséget okoz nekünk, mert általában a betegek úgy jönnek be a szakrendelőbe, akár hogy már a házi orvos évtizedekig írja ezeket a nyugtatókat. Tehát egy ilyen szélmalom harc, hogy a betegeket leállítsuk a nyugtatókról. Néha lehetetlen, hogyha valaki 20 évig szed egy nyugtatót, hogy azt teljesen megszüntessük. Ilyenkor próbáljuk a legminimálisabb adagra, dózisra csökkenteni. A hangulatjavítóknak az a lényege, hogy a különböző hangulati problémáknál, meg a pszichotikus betegségeknél is az agyunkban változások történnek. Vannak a neurotranszmitter anyagok, melyeknek a mennyisége megváltozik az agyunkban, és a gyógyszerek ezt tudják befolyásolni. Igazándiból így hatnak mindegyik, ez a mechanizmusa. Különböző receptorokon, de mindegyiknek az a célja, hogy ezeknek a neurotranszmittereknek a szintjét próbálja normalizálni. Mivel ez egy nagyon bonyolult folyamat, a gyógyszerek nem hatnak egyből. Tehát minden betegnek el szoktuk mondani, hogy türelemmel kell szedni, körülbelül 4-3 hét múlva fogja érezni a gyógyszernek a kezdeti hatását.
ez az a helyzet, amikor mindenki türelmetlen, mindenki nagy várakozással kezdi el a kezelést, és akkor egy-két hét után már így kicsit csökken a lendület, kicsit kétségbe esik. Ilyenkor meg kell erősíteni őket, hogy ez abszolút természetes. 3-4 hét múlva fog a gyógyszer hatni, egy nagyon bonyolult folyamat. Ezekben a helyzetekben arra kell figyelni, hogyha valakinél öngyilkossági gondolat van, vagy akár szándék is, akkor ezt a 3-4 hetet úgy áthidalni, hogy a lehető legbiztonságosabb legyen a betegnek. Tehát ne történjen meg egy végzetes halálos kimenetel. Köszönöm szépen dr. László Mónikának, a Kazincbarcikai Kórház pszichiátriai rehabilitációs osztályának, pszichológusának, hogy velünk volt. Kellemes napot kívánok Önöknek!